Elkezdődött. Sok esetben a szúnyogháló sem nyújt védelmet ellenük, hiszen a poloskák a legkisebb réseken, így az ablakillesztéseknél vagy a redőnytoknál is be tudnak jönni a lakásba. A poloskának két fajával találkozhatunk, most így az ősz folyamán, a vándorpoloskával és az ázsiai márványpoloskával. Ők azok, akik most ebben az időszakban, ebben az őszi időszakban repülnek. Rájuk nagyon jellemző, hogy jól repülnek. Nagyon jól repülnek, kis helyen elférnek és rettentően gyorsan szaporodnak. Az ázsiai poloskák a 2010-es évek elejétől vannak intenzíven jelen hazánkban. Valószínűleg a megnövekedett kereskedelmi szállítás miatt szaporodtak el ennyire. A meleg helyeket kedvelik, ezért keresik most a búvóhelyeket, ahol át tudnak telelni. Ugyanez emberrel semmilyen veszélyt nem jelentenek, de ezek a rovarok bűzt árasztanak, és egyébként is mindenki mielőbb szeretne megszabadulni a lakásában mászkáló állatoktól. Igazán hatékony védekezés nincs ellenük, a szakemberek leginkább a porszívós megoldást javasolják. Számomra is új találmány, hogy porszívóval szedjük össze őket, mert így akkor ugye nem kell hozzájuk érni, és így nem érezzük ezt a büdöset, amit kiárasztanak magukból igazából, meg különböző rovarölőszerekkel is lehet próbálkozni, de ez csak adott óráig nyújt védelmet. A poloskák nem csak a lakásokban érzik jól magukat, a növényeket is előszeretettel látogatják. Kiskerti, konyhakerti növényeket támadja, azokat szívogatja, gondolok itt a paradicsomra, zöldbabra, az ilyen bogyós gyümölcsökre. Ott is ugye az adott haszonnövényre alkalmazható engedélyezett rovarölőszer a megoldás, de ott is ugyanez vonatkozik, hogy adott esetben lekezelik, de utána jöhetnek a csapattársai. Bár a poloskák októberben okozzák a legtöbb kellemetlenséget, idén hamarabb találkozhatunk velük.